Na, folytassuk a vadászatot. Folytassuk, srácok, a vadászatot. És én arra gondoltam, hogy megnézzük a Yukon Valley-t, mert az egy nagyon szép rezervátum. Nagyon gyönyörű. És úgy gondolom, hogy azt látatok kell. Lehet, hogy a következő órákban egy darab állatot nem fogunk lőni, de legalább megmutatom nektek ezt a vidéket. Nyolc és tizenegy között ment volna hozzád a futár, Daki. És 8:03-kor már verte a csengőt. Hát örülj neki, hogy túl vagy rajta gyorsan. Ez olyan kuka, milyen medveálló. Hozzád most naponta jön a futár, mert 4 tételt rendeltél, és azt 4 csomagba szállítják kb. Naponta. Értem. Szia, Lianna! Sziasztok! Üdv mindenkinek! Meg kell nézni a tűzifát. Ez is medváló. Na nézzük. Azt mondja, el kéne tenni egy csomó mindent, ami nekünk nem kell. Szerintem shotgunt nem fogunk használni. És a hozzátartozó lőszert sem. Night Visionre se lesz most szükségem. Ezzel nem tudom, hogy fent van-e amúgy a fegyverem, mert nagyon szűnséggel fent van. Szimat törlő spré. Aha. És a sátor se kell. Jó. Na, nézzük meg, hogy így milyenek vagyunk. Jó. Szuper. Jó. Ja. Hát igen, az M-magnál lehet úgy rendelni, hogy a több bolttól rendeled meg, egy rendelést hasz le, de több bolttól jön, több futártól jön. Uh-huh. Na. Ez nyilván nem az outpostom. Hogy ez az? De ez az outpost. These logs have all the signs of a beetle infestation. Let me see if I can check in with the hunters who must have cut the firewood. I have the number. Bogár invázió van, azt mondja nekünk a játék. Somewhere. I'll get back to you. Lehet fejleszteni egyébként a kapcsolatunkat a kutyussal. I'll give the hunters who stayed here a call and see what they have to say. I'll call you back in a moment after I've landed. Hatodik érzék. Ez kell majd nekünk. No answers from the hunters yet. Na, mindjárt megnézem, hogy melyik kell nekünk, srácok. Nézegettem, hogy milyen képességei vannak a kutyusnak. Na, ez kell. A Noisier. A Noisier azt csinálja. Csönd. A Noisier azt csinálja, hogy ha éppen nem talál, tehát ha az történik, ami a legutolsó streamben, hogy ellövöm az állatot, de semmilyen létfontosságú szervet nem találok el, akkor az állat egy kicsit hosszabb ideig fog vérezni, és a kutyussal meg lehet találni, hogy hol az állat. Mármint, hogy ő gyorsabban ráakad a nyomára. Úgyhogy, ha esetleg ilyen lenne, és ez a trait az így megvan nekünk, akkor kicsit jobban fogunk tudni haladni. Igen, a kutyus látszik a falon keresztül is. Igen. Na.
A levágás az ez a shortcut. Tud kihagyni nyomokat is, tehát jobban tudja keresni az állatkánkat, úgyhogy talán ez előnyös lesz. Ez most ilyen váltogatható dolog, vagy ha már kitanítottam erre, akkor ez lesz és cseh. Ja, ez ilyen, választom kell, hogy mit akarok. Ja, hát fejlesztjük tovább a kutyusonkat. Vagyis akkor nem lövöd le, hanem csak sebzés van. Ja, igen, tehát hogy nem, ne, igen, tehát hogy meglövöm az állatot, vérzik egy kicsit, és utána beforr a sebe. Nagyjából 12 perc, hogyha kirakjuk azt. Jaja. Szevasz, kis András. Üdv mindenkinek. Na jó, menjünk, srácok. Csak úgy megyünk most. Meg akarjuk nézni ezt a kilátót? Lehet amúgy jó lenne. Mivel fehér, ezért valószínűleg még nem néztük. Ha halk lenne a játék, nyugodtan szóljatok, skacok. De nap a végére ért el a Borderlands-einek, és most pereg a kettő. Na, jó szórakozást hozzá majd, Dákia. Ezek szerint a DLC-ket is pergetted? Neked is, Willy, szépet és jót. Ha esetleg klippeltétek a mai programot, vagy hogy miért az a program, ami ma van, akkor ezt nyugodtan majd linkelhetitek az embereknek, akik esetleg kérdeznék, hogy miért az van ma, ami van, és miért nem az van, ami a menetrendben van? Alácska, mit csinálsz itt mellettem? Wii U? Azt mondja, Wii U? Hát én is azt mondom, hogy Wii U. Alács! Sztica! Mit akarsz? Jaj, de gyorsan feljöttél. Alácska, nem zavar, hogy éppen vadászni készülök? Mutatok neked egy szuper helyet itt az ágyam mellettem. Mit szólsz? Jaj. Hát tépd le rólam a Dark Souls-os holot. Mit szólsz ahhoz, hogyha leteszek az ágyra, jó lesz? Adika. Hihetetlen. Hihetetlen vagy kis halál. Itt vagyok, bocsi. Szávazz a csistájűd mindenkinek, srácok. Ezt akkor ezek szerint már józoltuk? Ezt a kilátót? Mert hogy így nem tudom még egyszer. Akkor ez azt jelenti? Ez a fehér? Gondolom, hogy ez azt jelenti. Jó, hát akkor megyünk le. Szép havas ez a táj. Amikor kérdezek, amúgy nyugodtan lehet válaszolni, srácok. Mi lesz a mai menetrend? Na hát, hogyha valaki klippelte, akkor nyugodtan válaszolhat nektek.
Én oda szeretnék elmenni. Megnézem, mi az a zöld. Amúgy az volt a kérdésem, hogy a fehér távcső az azt jelenti, hogy az már egy meglátogatott kilátó? Vagy van ilyen súgó a játékban, ahol ezeket meg lehet nézni, hogy mi micsoda? Egyébként. Trophy rating, medál. Vortex azt mondja, hogy azt már meglátogattam. Oké, és köszi szépen. Sajnos nem vágod, Willy? De azt vágod, Willy, hogy mennyire király a farming szimulátor. Az új. Ja, valami elmagyarázatot kéne amúgy keresnem. Na itt 1700-ért valami kis vigyhilót lehetne építeni, ha minden igaz. Nincs rá pénzem, szóval remélem kírja, hogy... Hogy van rá pénzem? Azt hittem, hogy nincs rá pénzem. Új maraton van a vodban? Na, jó játékot majd hozzá, Willy. Miért jó nekem egyébként, hogy most egy ilyen kis kilátót építettem? Vagy hogy lehet ezt nevezni? Ez micsoda, amit felhúztam egyáltalán? Mit mond nekünk itt? Vadász épület. Miért jó nekem ez a vadász épület, srácok? Vadászles, az miért jó? Az micsoda, ahova küldeni akar minket a játék. Az erdésznek valamia. Türelmes vagy, akkor beülsz oda és várod az állatokat. Én nagyon sokat ültem ilyenbe a The Hunter ingyenes verziójába. Ó. Szegény kutyus. És akkor ülök ott, és egyszer csak jön egy állat, igaz? Azt mondod, Doma. Én ott látok valamit. Múz. Konkrétan múz. Ott van múz. Egy nőstény múz. Szerintetek el tudom innen lőni? Azt mondja, egy expert marksman vagyok. Ez mit jelent? Találj el egy állatot több mint 200 méterről. Ez komoly. Az komoly. Mondjuk meg kellett volna jegyezni, hogy pontosan merre lőttem. De csak látunk majd valami vért errefelé. Remélhetőleg előttük a szívét, vagy valami hasonló. Ez mi? Kacsa? Kacsa kaki. Ott lőttük el az állatot, ahol inni szoktak, szeretnek. Our modest fellowship expands.
Praise the sun. Vili, hát nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen, hogy Athanos 5. hónapját ezzel lehetővé tettem. Eregjenek srácok a szögek mind Vilinek, mind Athanosnak. Itt pihíznek a kacsák. Ha és ott van a múz ivóhely. Ivóhely, aha. Nem ez a játék ingyenes Epiken? De. Ez az epikes ingyenes játék. Ez is kacsaka ki lesz? Szerintem ő lesz a mi állatunk. Láttam valahol egy kis kakit. Ott van. Igen, Dead by Daylight lesz majd jövő héten. Na jó, tehát kell nekünk ez. Szerintem ő az, aki kell nekünk, srácok. Őt valószínűleg egyébként el is találtuk. Hát igen, nem úgy néz ki, mint aki. Aki arra ment volna. Iszogatott. Kis mocorgott. Ezt lehet 8-an játszani együtt. Megpróbálom bejárni ezt a környéket, hát ha ráakadok a nyomára. Vagy lehet azt kéne mondanom a kutyusnak, hogy szimat! De az is lehet, hogy ez a nyom már kihűlt. Hoppá! Hoppácska! Hoppá! Na. Very low bleed rate, akkor most B, és megmondjuk nekik, hogy létszé, keresd. Üget. Ott is vérzik. Nyomj el neki, kutyus. De zsír. Friss a nyom. Szerencsére nem arra fúj egyébként. Kéne találni ürüléket. Ott van. Jó, úgy néz ki, hogy nem találtuk el semmilyen létfontosságú szervét. Emiatt kutyus, szerintem ő lesz a miénk. Remélhetőleg kétszer is rá tudtam lőni. Remélhetőleg. Kéne amúgy egyet tárazni most.
Ovasabb vérzés. Encsire a kutyus tudja, hogy merre kell menni. Is kell 1 millió DLC? 30 DLC-je van a játéknak. De szerintem DLC nélkül is élvezhető. Nyilván, hogyha beszippant, akkor érdemes lecsapni a DLC-kre. Én konkrétan 15 euróért szereztem be, minden igaz, az összeset. Humble-ön olyan akció volt. Egy hónapja. Egy hónapja volt ez az akció, hogy 15 euróért az összes DLC az enyém lehetett. Ez lehet, hogy a mi múzunk lesz. De ja. Valószínűleg, ha bejön a játék, akkor kell mindegyik DLC. €15 30 DLC? Ja, az egy nagyon jó deal volt. Az egy iszonyatosan jó deal volt. A szemétje. Hát mit csinál itt? Fut. Very low bleeding. Fut. Mit mond erre a kaksira? Éppen most kakkantott oda. Very low bleeding. Tolj már el, kutyus. Ez egy fegyverem? Nem, van más is. Van más is. Gyere. Gyere kutya. Kíváncsi vagyok majd a végén, mit mond a játék, hogy hányszor találtam el. Meg hogy hol. Azt hiszem, most amúgy nagyon fut. Meg a... Igen, üget. Még mindig üget, én megugrottam, mint egy hülye. Elállt a vérzése, úgyhogy valószínűleg nem találtam el újból. Egy grizzly medve. Hát még mindig szerintetek? Aha. Oda is kaksizott. Ha medve eszik a kezedből, akkor a lábadból is volt. Ez jó.
Oké, itt már sétált. Szimatot fogadt a kutyus, az jó. Én is. Én is szimatot fogtam. A szél az nagyon durván kedvez nekünk. Mivel itt lesz valahol előttem. Szinte a szememet fogja kiszúrni olyan közel van. De én még nem látom. Üget. Hát ez hihetetlen. De nem. Hát hogy nem halt meg? Hát már megint nem találtuk el. Semmi orgánumát nem találtuk el. Hát ez durva. Nyakára célozzunk? Oké. Okay. Jó, nyakára célzunk. Azt hittem, hogy a hasára célzunk, akkor nagyon fog majd vérezni. Ott van. DLC fegyvereid között vannak erősebbek, amik jók a jávorszarvasra, ez a 243-as gyenge. Igen? Eredj, gyere, kutya. Szimat. Akkor itt az a gond, hogy a jávor szarvas a gyengusz a fegyverem, vagy a lőszerem. Valamelyik. A kettő közül. Kutyus már nagyon elől van. Nagyon durva szimatot fogott. Karibú. Arra mondtátok, hogy rénszarvas alfaja? Szar.
az mondjuk már a vaktába ment. Jó, sokan vannak itt most. Itt csak lőttem, mert láttam. Jaj! Itt hárman is voltak, nem? Négy, lehet, hogy négyen is voltak. Ketten biztosan a három kérdőjeles. Ő már más. Pillanat, srácok. Ez így gond. Itt volt egy kaksi, egy friss kaksi. Na és ez kell nekünk? Vagy nem ez kell? Nagyon lelkes vagy, kutyus. Azt mondod? Az a gond, hogy itt már fedik egymást a nyomai. Oké. Újra nyomon. Újra nyomon, nagyon jó srácok! Ó, nagyon jó! Hát szegény szitává lőttük egyébként. Elképesztő! Nagyon ügyes vagy. Meg lehet dicsérni? Nagyon ügyes vagy, kutyus. Nagyon ügyes vagy. Na, négy. Jelentem négy találat. A nőstény 400 kilós múzon. Ami jávorszarvas. Tabataba, köszi szépen a 2 hónap töretlen támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek. Szóval 4 találat. Jézusom. De az első az húst talált. Méghozzá azt mondja nekünk a játék. Szevasz, David, mindenkinek. Humerus. Mi ez a humerus? Aha. Humerus... Na jó. Mit mond nekünk a... Mi ez a humerus? Felkarcsont. Tehát a felkarcsontját találtuk el. Aztán... Húst találtunk. De hogy hol? Valószínűleg a fülét találtuk el másodjára. Az első találatunk az olyan volt, hogy... Majdnem 300 méterről eltaláltuk... A felkarcsontját. Aztán 30 méterről tüzeltünk rá. Az se fájt neki annyira. Na. Hát ez már jobb.
Az utolsó volt úgy néz ki, hogy a legjobb, a leghalálosabb, gondolom itt a százalékok azt mutatják. Tüdő. A negyedik találat tüdő. Nagyon szuper. Úgy-úgy peregjenek a szvegek, srácok. Mi ez a taxidermizálás? Ez mit jelent? Kitömés. Ah, oké. Okay. Kitömés. Nem tömjük ki. Na, szintet léptünk. És most tudunk foglalkozni a skillákkal. Egy skill pont elérhető. Növeli a távolságát, hogy mennyire lesz látható majd a nyom. Szerintem amúgy erre rámegyünk. Vannak még passzív skillek. Meg lehet azt is határozni, hogy milyen nemű egy lábnyomból. Wow. Van itt amúgy másfajta skill is, az ambusher. Itt meg a szag eltüntetésről van szó. Az ambushernél. Én inkább a stalkert választom. Kirakjuk 3x3-ra. Hogy állunk most? Nulla van. Oké, hát akkor megyünk tovább és fejlődünk, srácok. Ez jó volt, ez tetszett. Útyus, nagyon ügyes vagy. Milyen aranyos kiskutyára lépek be a streamre, már megérte. Ennyi. Ügyes volt a kutyus. Na jó. Igen. Jézusom! Az ott halt? Jó, fegyvert váltunk. Ha ő ott meghalt, akkor... Oké. A másik, akit vérzett, azt levadászunk gyorsan. Jaja, fegyvert váltunk, srácok. Very low bleed rate. Jaja, itt nagyon sokan vannak, ez egy nagyon jó hely. Azt a rohadt, srácok. Konkrétan meghalt abban, hogy eltaláltuk a máját. Doróze, köszi szépen a támogatásodat, köszi szépen, hogy te is a Prime-adat rám használtad el. A gyerek kutya. Szimat. Hány kiló? Ez egy 100 kilós volt. Az előző durvább volt, ez most csak 100 kilós. Soft point ballet. Equipment unlocked. Ez most nem volt egy olyan nagy darab. Az a helyzet, hogy be kéne fújnom magam. Jó. Megnézzük, mikor fújtuk be magunkat. 13:55. Édes Isten, jó, hát megyek. Ügget. Megyek! Kutya. Wuf. Üget. Kakil. Ott is kakil.
very fresh rénszarvas kaka. Jó, azt hittem egy pillanatra. Kutyus milyen gyorsan mocorog. Ilyen olvasom srácok a csetet, csak el akarom kapni. Üget. Nem fogja elzavarni a prédát, hogyha itt ugat? Kutyus nagyon jól nyomja. Nagyon jól olvassa a nyomot. Nehéz megállni, hogy ne fussak utána. Úgy látom, hogy ide tojt. Te jobban tudod? Jó, én hiszek nekem. Tessék szépen nyomni. Én most nem látom, de bízom benne, hogy a kutyus látja. A jó ég. Milyen gyors ez a grizzly. Valószínűleg hogy a vadászok nem ezt csinálják, hogy amire tudnak lőni, arra rálőnek. Úgyhogy ezt nem folytatjuk tovább. Úgyhogy ez botorság volt. Újra be kell folynom magam. A kutya tudja, merre akarok menni? You have returned. Vagy csak megy előre. Edemzon, köszi szépen a támogatását, már a 5. hónapja. Itt újra étkeztünk. Reggelek srácok a szvegek.
A kutya tudja, hogy merre kell menni, jól van. Mert írja is, hogy tracking a prey. Hát ez hihetetlen. Sétán. Cianger Monik. Szevasztok, srácok. Köszi szépen Adamson az 5 hónapon. Ennyire nem kell paráznom, azt mondod, kutya? Kéne menni... Itt van fönt. Hallottátok? Itt van fönt. Tudom, hogy mennyire tudunk felmenni. Itt. Gyere vel, kutyus! Remélem, nem egy medvét hallottam. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Nem tudok felmenni. Predator Jani, köszi szépen neked is a támogatásodat. Üdv néked is immáron hivatalosan a feliratkozott vadászok között. Én itt hallottam valamit. Csáncok, nyugodtan pergesültek a szögeket Predator Janinak. Nem tudom, mit hallottam. Jövök, kutya. Hát innen jövök. Kutya. Én nagyon bízom benned, kutya. Most mi van?
Szimat? Szimat van. Azt a rar. Hogy begyorsult. Jól van, Willy, köszi szépen, hogy itt voltál. Jó játékot, meg jó hétvégét. Kéne valami kaksit találni. Jó, megyek kutya, megyek. Nyomjad, nyomjad. Ott a kaksi, ott a kaksi. Na, old vagy fresh lesz? Mikor járt itt szerintetek? Old, aha, jó, akkor menni kell. Még gyorsabban menjünk? Aha, itt futott mondjuk. Róka hangok. Very old. Na basszus. Nyomjad kutya, nyomjad. Bízok benned. Na. De még ma, ha lehet. Üget. 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 Na és én elvesztettem a nyomot, úgyhogy kutya, nyomjad. Azt mondod, hogy ez a medve disznó ember lesz, Tabataba? Ott van. Üget. Feleztettem úgy a képességemet, de így nem látom jobban a dolgokat. A kutya jobban vágja, hogy merre kell menni. Hoppá, nem tudom minek ugrattam. Kutya úgy nyomja, mint hogyha nem lenne másnap. Ahó, Szofi, sziasztok, sziasztok. Én továbbra is bízok benned, kutya. Noha egy darab nyomot nem látok. Ez mi lesz? Ez mi lesz itt? Üget. Very old. Ennyire lemaradtam volna? Ez hogy? Megálltam medvére lőni? Jó, vágom kutya, menjünk utánad.
Most körözni fogsz? Jó, akkor gyere inkább. Az, hogyha elveszjük emiatt a nyomot, akkor elveszjük a nyomot. De hogy így nem fogok a kutyusra várni. Simán benne van, hogy emiatt el fogjuk veszíteni a nyomot. Remélem, hogy a miénket találtam el. És igen, tudom, kéne fegyvert cserélni. Én oda lőttem, ahol éri. Taba-taba. Ilyenkor állatszaggal fújjam be magam? Én nem tudom, hogy ilyenkor mivel fújjam be magam. Na, pont nem a miénket lőttem meg. Valószínűleg ki fogunk fagyni a lőszer. Oda néz! Oda néz! Oda néz! Tüdő! Az első találat tüdő. A második pedig... Ez mi? Femoris. Femoris. Moris az Julien király kedvence. Hát ilyen... izom? Vagy mi ez? Hát ilyen rectus femoris, ilyen valami izom akármiét lőttük meg, de az rectus lett. Na, zsír. Combizom, köszi szépen. Na, tök jó. Ez be egy újabb területre jöttünk. Memoris a csont, aha. De ott a combizom körüli csont. Szevazsi? Mindjárt elkapjuk, srácok, ezt a jávorszarvast, és akkor utána egy kicsit jobban tudok rátok figyelni. Na, mit mond a kaka? Very fresh. Lassúzunk, srácok, lassúzunk, ha very fresh a kaka. De mondjuk nem biztos, hogy lassúzni kéne, meg kéne nézni, hogy ez itt milyen nyom. Ez a játék gonosz, miért? Fut, oké. Okay. Nem vagyok vadász, de tudom, hogy általában hátulról nem lövik őket, plusz nagyon mérlegelni kell, hogy milyen vadat lövünk ki, aha. Én egy orvadász vagyok. Put, még mindig put. Sétál, már sétál. Törvényen kívüli. Én az élvezetért lövöm a vadakat, nem azért, mert igen. Igen, tehát hogy nem így kell vadászni, ahogy egyébként én csinálom.
De várj, és akkor most lehet, hogy az előbb elejtett állat az még a tegnapi volt? Nem. A tegnap elkaptuk, akit akartunk. Üget. Nézzétek, milyen szép havas a táj. Szevasz, lovacska, szia, Nózi, szevasztok. Üdv mindenkinek. Így az FPS-ek királya, szóval örüljünk, hogy nem LMG-vel megy az űzre. Ú, de szép a táj, basszus. Mondtam, hogy ez egy rohadt jó map. Szaksemlegesítő. Szaksemlegesítővel fújja magam. Köszi. Tudjátok, miért jó nekem ez a havas idő? Azért, mert jobban látom az enemit. Az orvadász nem fog utána keresni lőhelyette egy másikat, azt mondod, Misi? Én a prédára megyek. Meg kéne lőni. Ez a miénk? És tudom, hogy manapság már mobillal vadásznak. Azért a mobilt fogom a kezembe, hogy lássam a nyomokat. Amúgy nem kéne azt fognom. Stay alone. Csak minden egyes nyomról. Felveszem ugye a GPS koordinátát. És azt nézem. De amúgy nem kellene. Meg ez most, hogy itt nézem, amúgy nem segít. Max annyiba, hogy mikor fog lejárni a szaksemlegesítő. Ami már lejárt egyébként. Lümber sóra. Miért érzem azt, hogy ez a jávor szarvas szivat minket? Kár, hogy nincs nálam jobb lőszer, vagy durvább kaliber. Még azt se értem egyelőre, hogy miért ne a legdurvább puskával lőjek mondjuk egy őzre, úgy mint egy kacsára például, teszem azt. Tehát majd megértjük, igaz? Nagy kárt ez benne, aha. Tehát kevesebbet fogok kapni, aha. Valószínűleg azt jelenti. De a sétán miért nem látok belőle semmit, haló? A plata sem ember be mamutra, a diába meg dinoszauruszra vadászunk. Elvileg így sétál előttem. A jávorszarvas. Bacsára csak sőrítása? Miért nem vadász puskával? Miért pont sőrítással? Tényleg nem látok semmit mozogni a képernyőn. Szerintem egy nagy puska cafatokra tépne egy kacsát. Aha. A sörétek nem szedik szét a kacsát? A sörét nem tud nagyobb kárt tenni bennem? Mert vannak is madár sörétek. De sörétek... Jaj! Szóval a sörétesben lehet olyan töltényt rakni, ami nagyon kicsi söréteket lő, ami nem csinál széttépett tolpárnát belőle. Aha.
Hát akkor a madárvadászathoz akkor azért kell külön sörét, hogy ne tegye tönkre. Értem. Hát valószínűleg akkor nem olyan söréttel lőnek a madárra, mint mondjuk emberre. Emberre szoktak amúgy, tehát hogy mármint hogy így használnak szerintetek shotgunt így a való életben? Mármint ezt nehéz elképzelnem, hogy használnak. Persze. Mert valahogy azt tudom elképzelni, hogy inkább használnak kis pisztolyt, SMG-t meg AR-t a való életben, mint hogy shotgunt. Emberre szoktak használni a taktikai egysége. Okay. Nem gondoltam. És mi jó mondjuk. Okay. Tehát ahol már AR-t meg SMG-t meg pisztolyt használnak, ott valószínűleg használnak shotit is. Mik azok a szituációk, amikor már így shotgunt használnak emberre? Emberre főként Terminátor. Ja? Sarah Connor. Leginkább amúgy ajtók és zárak belövésére használják, de nyilván emberek ellen, nem emberek ellen, aha. Mondom, ez a jávor szarvas szivat minket. Egy darabot nem kakál, tehát folyamatosan előttünk van. De pont annyi távra van, hogy nem kakál, és pont nem látjuk a takarás miatt. De nem akarok futni, mert akkor meg meghal minket. De itt trollkodik, hogy sétál. Lefűrészel csövőt használtam. Kutya mögöttem van. Ez a jávor szarvas szétrolkodik minket. Ó, értem. Nyári. Értem, hogy mit mondasz. Te tudjátok meg, hogy mennyire türelmesnek kell lennem, hogy ne álljak föl és ne kezdjek el szaladni utána. Valószínűleg nem ő lesz a... Valószínűleg nem ő lesz a legdurvább fogásunk. Hát de most kerüljem oldalba, hogy ne seggbelőjem, srácok. Az ott meghalt. Léci, legyél az enyém. Léci, legyél az enyém. Hát ezt nem hiszem el, srácok. Ezt nem hiszem el. Ezt komolyan nem hiszem el. Úúú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 
Adod ide? De ő nem az enyém. Hát ez agylövés konkrétan. Pontságba lőttem és ezért nem tudod kakilni? Lehet. És hol az enyém? Hát ez hihetetlen. Hát ez amúgy igen, ez a leggyorsabb halál volt. Az a jó, amikor egy lövésből meghal és nem kell bele négy, mert az nagyon csúnya azért. Az helyzet, én nem akarom feladni. Tehát aki itt be van jelölve, őt meg akarom találni, kerül amibe kerül. De őt már nagyon régóta üldözöm. Tehát ő meg kell, hogy legyen. Nem is seggbe lőttem, srácok, az agy volt. Az agy volt. Hát nem szenvedett, igen. Honnan, hova mehetett innen? Meghalott a lövés, biztos elhúzott. Oké, megvan. Megvan, srácok. Hát a trófeának annyi. Mondjuk a játék még engedné kitömni. Ott. Ez nagyon durva volt amúgy, hogy látunk egy jávor szarvast feküdni, nem? Azért ez tök király volt, hogy ilyet is láthatunk. Körbehozott amúgy minket. Fú, hogy szomorodna meg, srácok. Tényleg. Körbehozott minket. Ez már egy ismerős terep. Kutyával lehet kerestetni? Kaka alapján, vagy mi alapján? De csak akkor lehet, hogyha vér, tehát ha vérzik, nem? Na gyere ide, kutya. Keres. Ja igen, ő vért keres. Ez már egy másik állat. Nop, gyere vissza, kutya. Na jó. És merre ment? Hopp. Remélem, hogy ez a régi nyom. Ez valószínűleg a régi nyom. Ugye csak kutya, ez a miénk. Igen, itt már mutatja a térkép, hogy mi erre jártunk. Most amúgy, mivel körbevitt minket a... Most mi van? Keressél. Mivel itt most már ismerős nyomok vannak, a kutyára kell hagyatkoznunk. Meg a kakára. Kutya és a kaka.
Ha körbevisz minket az állat, akkor nagy... Mi az, hogy össze-vissza vannak állatok? Haló? Hát ez a jánter mindenkire ráállő, azt itt is egy hulla, meg ott is egy hulla. Jó. Ja. Hát, én nem tudom. Trophy rating, ennek milyen a trophy ratinge? Hol lehet ezt megnézni? 89-es. Akarunk trófát? Adja csak a pénzt. Ilyen mészáros az erdőrém. Mindenfele csak lootboxok. Hát de tényleg. Very old, tehát jó, jó nyomon vagyunk, kutya. Mit szólsz ez? Very old. Az jót jelent, kutya? Ja, olyan Battlefield stílusú. Dave. Mondom én, körbevisz minket. Hát itt még vérzik is, de hát én nem találtam el. De a kutya visz minket, srácok, abból baj nem lehet. Legalább a régebbi lábnyomokat is betrekkelem. Erre már egy órája voltunk, kutya. Nem zavar? Beszoroltál? Jó lenne tudni, hogy egy lábnyom régi vagy új. Már mondom, most ugyanazt nézzük. És az állat körbevesz minket, tehát gyakorlatilag lehet, hogy elé tudnék menni. Ez meg ő volt. Ez konkrétan ő volt. Érzem, srácok, hogy ez ő volt. Az helyzet, hogy nem tudok már a nyomokba bízni, mert tényleg... Ezer éves nyomok. Very old kaka, konkrétan. Na ne szivassatok már! Ne szivassatok már, hogy még a medvét is megöltük. Hát ezt nem hiszem el. Ezt komolyan nem hiszem el, srácok. Hogy mindenkit megölünk. Mindenkit megölünk konkrétan. Na jó. Ott az egy 8-as Red Fox, azt overwrite-oljuk. Na. Hát ezt nem hiszem el, srácok. Egyetlen egyet akarunk megölni, de ő nincs meg. Na, kutya. Valamit kaptunk, amúgy nem figyeltem. Mindenki meghal, kivéve akit akarunk. Igen, ez már egy csirke vacsora. Mármint, hogy medve vacsora. Mr. Medve vacsora. Ott is van egy kaka. Ott meg egy nyom. Én azt már olvastam. Mikor lőttem le a medvét? Amikor itt jártam. Egy fél órával ezelőtt itt jártam. És akkor lőttem a medvére. Hát többször is rálőttem, de egyszer úgy eltaláltam, hogy nagyon durván kapta. Az a miénk lesz, kutya? A samvadász kutya is kezdhetsz? Ne, hát a kutyusra sosem. Kaka? Én azt látom, de ez egy very old kaka lesz. Amúgy meg kéne fújnom magam. Very old, én mondtam. Na, melyik a miénk? Értem, very easy. És melyik a miénk? Nem.
Nem ő a miénk. Az előbb világított. Szerintem a miénk itt lesz fönt. Egyik sem miénk volt, csak behalusztam. Hát kutya, ne haragudj. Ez akkor nagy fa él. Hát ezt benéztük. Az a gond, hogy most vissza kell mennem egy olyan pontra, ahol vérfolt volt. Mert így a kutya nem fog tudni segíteni. Szevasz, cooler, szevasztok, srácok. Hát oda kell visszamenni, ahol vér volt. Mert körbe visz minket az állat. Tehát vérfolt, vérfolt. Hol volt vérfolt? Az a helyzet, hogy messze. Nagyon biztos voltam magamba, de... kár volt. Tényleg amúgy már csak ezt az állatot szeretném lelőni, utána átváltunk valami másra. Más fegyverre. Kicsit jobban felkészülünk, meg ilyenek. Ott a vérfolt, jól van. Mármint az kaka, vagy vérfolt? Jó, vérfolt zsír. Na gyere, kutyus. Nem tudom így, hogy lesz meg a prédánk. Hogy tudja egyébként a kutyus vér alapján megmondani, hogy hol van a préda? Akkor is, hogyha már nem vérzik. Mert ott a vér rajta, vagy hogy-hogy. Most mi lesz, kutyus? Követi az állat egyedi szagát. Aha. Most menni fogunk valahova, kutyus, vagy mi lesz? Durva. Durva, mire képes a kutya orra. Most olyan, mintha új irányba mennénk. A víznél mi futott? Hát, most már mindegy. Most már talán mindegy, hogy az a helyzet, nem akarok mindenkire rálőni, csak az enyémre. Mert nem akarok 8 vadat üldözni. Hopp, 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 hopp. Ott a mi nyomunk volt. Kakát legalább, kakát mutass nekem. Hogy tudjam, hogy... Ú, de jó! Friss kaka! Remélhetőleg. De jó! Fut.
Ott is egy kaksi. Hoppá. Ott. Kaksit megnézzük, meg a következő nyomot, és utána a lopakodóba váltunk. Friss. Ott. Ott. Hopp, az egy rossz váltás volt. Tünkő kell. Ott. Szevasz, Petya. Az már lehet, hogy a miénk. Lopakodóba váltunk. Ott. A kaksi. Jézus, Petya! Ez meg old lett közben? Mondom, lóvá tesz minket, ez a jávorszarvas. Lóvá tesz minket. 25 éves év... Micsoda? 25 éves fordulót ünnepel a Red Alert. Hoppácska! A természetben is mobilozol? Én nekem muszáj néznem a GPS koordinátákat, Petya. Muszáj nézzem. Ott. Na. Csak téged sikerüljön már megcsípni. Meg lehet, mikor lehet majd azt megnézni, hogy mennyi utat jártunk be egy állatért. Valahol meg lehet nézni, azt tudom, de nem tudom, hogy pontosan hol, meg mikor. Hát ez egy nagyon jó játék. Közösen meg valószínűleg még fanabb. A szél velünk van. Oké, itt már sétál. Itt már sétál, úgyhogy bármikor az orrunk előtt lehet, ha csak nem ezer éve sétált itt. Kutyus, ez le van maradva egy kicsit. Az helyzet, nem hallgattam rá. Egy kaksi. Remélem nem old lesz. Na jó, hát akkor amúgy oda sétálok. Csak nem lesz belőle baj. Old. Na basszus. Egy nap nyomtad neki? Abem. You have returned. Na jó. Mit mond erre? Csabi, köszi szépen a 3 hónapot. Old. De nem very old. A regének srácok a szövegek Csorbinak.
Old. Én ezt meg akarom csípni, srácok. Nem menekülhet előlem. Nagy a baj, de talán még jó lehet. Ez új nyomnak tűnik, itt is vérzik valaki, lehet, hogy inkább arra kéne rámozdulni, aki vérzik. Fú, ez kikészít, srácok, ez kikészít. Mindjárt olvasom a gép, hogy mit írtál. Éppen most kakkantott ide, sikerült beérni. Végre sikerült beérni. Ja, és éppen fut. Velünk van a szél. Utat. Őt miért ilyen rohadt nehéz megcsípni szerintetek? Hát ez brutál. Nem látom. Ott volt lent egy kicsit jobbra. Igen. Oh.
Valóban. Fut, fut, fut. És egy kaksi. Fresh, de nem very fresh. Én nem hiszek neked, hogy az a miénk lenne. Fut. Az a miénk volt. Üget. Fresh. Üget. Aksi. Hát, hogy amúgy nem most kéne megállni. De durva hangja volt ennek a jávor szarvasnak. Mint hogyha így medve lett volna, nem? Na jó. Igen, itt voltak páran, és hogyha nem jött volna ilyen közel, persze, hogy nem a miénket lőttük el. Mit mond a vér amúgy? Jó, semmi létfontosságú szervét nem lőttük el. Pedig azt hittem, hogy a miénk lesz. Azt hittem, hogy a miénk lesz. Azt se tudom már, mit üldözünk. Jó, nézzük meg, srácok, a... Ez mi volt? Gyere. Megcsípjük ezt, azt sókolom. Miért követően nagyobb esélyed van, hogy olyat kövess, aki meghal végül? Jaj. Frusztrál. Oho. Sokan vannak. Az helyzet, hogy itt eltaláltunk olyat is, akinek nagyon fájt. Jó, hát nem szabad ilyet csinálni, tudom. Túl sok a jávorszarvas.
Amúgy lássan elfogyunk lősze. Oké. Okay. Tessék. Tüdő, meg 400 kilós, haló? Na, felülírjuk itt közben. Most mutat nekem egy új nyomot, ez micsoda? Egy igazi gamer minden elő, ami mozog. Jó, de az a helyzet, hogy ezzel meg is szivatom magam. Lehet benne szövetség... Micsoda, ebben a játékban vannak klánok, komolyan? Na nézzük! Hol találtuk el azt a... jávor szarvast, ami itt volt. Mennyi pénzünk? 6000 pénzünk van már majdnem. Az ott szerintem vérfalt. Jézusom. Nem, ez kaksi, ez határo... Na! Egy lőszerünk maradt. Na! Na nézzük. Very low bleed rate. Egy lövésünk maradt, srácok. Láttuk, hogy merre ment. Hány ki kell a Sentry feloldásához? Nagyon jó vagy, kutya, nagyon jó. Az a miénk lesz amúgy. Very fresh kaka. Ott. Vérzik. Üget. Még mindig vérzik. Vérzik. Ott is vérzik. Mi ez a sok nyom? Mit mondasz, kutya, hol lát?
Megyünk vissza. Vagy lehet visszamenni. Oda akarunk menni az outpostunkra. Azt hiszem valahogy lehet... Lookout Alpha, Outpost, oda megyünk. Azt hiszem amúgy valahogy lehet a játékban fast travel-alni, igaz? Nem, mint hogyha én olyat akarnék. Nincs lőszerünk. Van pisztolyunk. Nincs lőszerünk, igaz? Szerintem nem megy el odáig. Na? Mit mond a játék? Azt, hogy itt... Ja? Hello. Várj már egy kicsit, épp tárazok! Na ez mi volt? Jó van, megyünk. Ha fehér az outpost, akkor lehet. Ja. Jaj. Hát ez egy nagyon jó játék. Ez egy nagyon jó játék. Nagyon tetszik. Na! Csóra szaros épüldözi egy farkas mellé, meg szivitává lövik. Hát na, nem szabad csak úgy itt mozogni. Na, tehát. Fegyverek. Milyen fegyver kellene nekünk jávor szarvas ellen? Meg tudom-e azt nézni, hogy ami nekem van, ez milyen ellen jó? Vagy nem tudom. Ír 8, 9, jó, ja, aha. És nekem milyen a fegyverem? Azt lehet tudni. Emleg az állatokról van egy leírás, ahol leírja, mi a megfelelő. Ja. AK-74 RPG. Egyébként ott van a level. A 243-24. Tehát ez a 243-as, ez a 24-esekre van. És ezt honnan lehet tudni? Ezt hol lehet elolvasni, hogy ez olyan? Van egy kódex színáltra, és azt hiszem a lőszernél van. Aha. Na akkor bejövünk ide. Rifle ammo. A 243-as az, ami nekünk van. És azt hiszem, ilyen nem volt eddig. Penetre. Azt hiszem, az ingyenes volt nekünk. Ezt amúgy veszünk is. Mennyit vettünk most? 10-et. Aha. Ja, 50 elég. Na és akkor itt elvileg leírja, hogy 2:6. Aha. 2:6. És szerintem ehhez nincs is olyan, ami jobb lenne.
5-9, aha, látom, látom már a tíreket, tehát az amónál van tír. Jó, tehát akkor van nekünk amúgy más puskánk is. Melyik a másik puskánk? Ezt egyelőre kivesszük. Biztos, meg eltesszük, mert minek legyen nálam. 270-es, van egy 270-es, meg van egy shotim. Tehát a 270-es nézzük meg, hogy az a mi újság. 270-es, 4:8, aha. Az jobb. Az jobb. Az sokkal jobb. Na. Akkor veszünk ilyet, ez mondjuk drága. Na mondjuk mihez képest. Jó, és akkor megnézzük ezt a fegyót. Szuper. Lőszerelés a jobb alsó sarok nem mutatja. Igen, igen, köszi szépen. Küldetéseket szoktam elcsinálni? Nem. Nem, én csak itt élvezem a vadászást. Na, oké, ezeket átraktuk. Nyomunk egy ilyet, és akkor berakjuk a fegyvert, meg átrakjuk a távcsövet. Mondjuk, ahogy látom, tök mindegy, mert osztott távcső van. Jó. Viszont a lőszert is berakjuk. Ez ugyanaz a távcső? Ugyanaz a távcső, jó. És ebben négy lőszer van. 4:8 tírig, jó? Hát akkor jók leszünk a jávorszarvassal, és a jávorszarvasok azok arra voltak. Jó játék? Na örülök, hogy tetszik. Üdv mindenkinek, srácok. Meg kéne simogatni a kutyust, nem? Egy kis kutyus simi. Jót tesz a kapcsolatnak. Köszi szépen a helpet, srácok. Kíváncsi leszek erre az új sniperre. Ami igazából nem új. Csak nekem az. Amúgy a Night Vision már lehet, hogy kéne. Vagy inkább aludjunk? Lehet el kéne menni aludni, mert már este 6 van. Én nem akarok ilyenkor vadászni. Van-e kedvenc fegyverem? Nincs. Az a helyzet, még nagyon az elején járok a játéknak, hogy kedvenc fegyvereim legyenek. Ilyenkor, hogyha fast travelözök, akkor eltűnnek az állatnyomok? Mert az amúgy király lenne, mert túl sok állatnyom volt a földön. Szerintem a 6:40 az jó lesz. Rezeteli őket, nagyon zsír, nagyon zsír. Igen, egy idő után eltűnnek, meg ha van tetem, azt is rezeteli. Aha, aha, aha. Zsír. Csak azért kérdezem, mert az előbb már túl sok nyom volt, és nagyon zavaró volt, hogy így megszivatott egy állat, és nem tudtam normálisan követni. Na, tessék, itt egy nyom. Köszi szépen a helpet. Ó, ez egy grizzly medve. Durva, hogy... Gyengébb puskával is lekaptuk a grizzlit. Grizzly kaka. Ez egy nagyon régi grizzly kaka. A kutyusunk az tud szagot fogni a kaka alapján? Vagy csak a vér alapján? Ez is very old.
Ezek csak vérebek, sajnálom, de ha találnak nyomot, azt... Ezik néha. Itt lesz, hát láttam. Meg azért egy rizit nehéz szemmel ölveszteni. Mit, melyik gombot kell megnyomnom? A gond van. Kettes. Amúgy inkább ezt átrakjuk most hatosra. Oké. Okay. Gyere, keres. Futamaci, futamaci. Az egy jó nagy vérfröcs volt. Jármű, DLC és content, aha. Ez a miénk lenne? Simán lehet amúgy, hogy a miénk. Az egy hulla. Oda nézzetek! Na ki ez a professz... Vágesz. 220 kilós nőstény. Jó. Trophy rating 50. Adjad. El a pénz. Ügyes voltál amúgy, kutya, ügyes voltál. Na, elő a telefont. És megnézzük, hogy hol lehetnek medvékek. Ez a grizzly, ez skakilt. Őt nem találtuk el, viszont vannak itt eltaláltunk. Mondjuk őt spotolhattam volna. Ez mondjuk... tehát, hogy spotolhattam volna azt a kettő medvét, akire rálövök. Azoknak biztos, hogy fájt. Itt a vérnyom, ő az, aki kell nekünk, úgyhogy gyere, gyere, kutya. Keres. Mondom, keres, hát gyere ide. Cső. Epiken most ingyen behúzhat a játék, az alapjáték. DLC-ket ugyanúgy meg kell venni hozzá.
aligátoros pálya jön a játékba. Wow. Egyek. Nyakára kellett volna célozni. Tudom. Remélem ez a miénk volt. Friss medveszar. Aha, és itt kettő medve is vérzik. De így lemaradunk a prédáról, kutya. Mi a fenét csinálsz? Most lehet tudni? Fel akart menni. Hoho, hoho, Maci Laci kapta. Itt van. Kutya, kutya, hát most vak vagy? Hát, ez ő. $616 cash. Ez egy rossz lövés. Volt már olyan lövésem, amilyen bronzos volt. Aha. Ott írja, hogy mikor kaphatunk medált. Ügyes voltál. Szóval erre én láttam vérnyomot. Azt hiszem. Na hát ő biztos nem az, aki nekem kell. Ha? Gyere csak! Ebb! Friss kaka. Is fér. Csak úgy hullanak a medvék. Profi lövést kell majd leadnunk. Profi lövést. Mármint halálosat. Hogy jó értékelést kapjunk. Most arra próbálok majd rámenni. Siessek, kutya, vagy mit akarsz? Olvastam amúgy közben, Dave, hogy megnéztétek az Eternalist. Hát, megértem a véleményed. Jó lövés, szívtüdő, aha. Tehát akkor nem a Macinak a buksiára kell majd céloznom. Bármennyire is headshotért kiállt.
Itt vagy a kutya. Ott lesz fönt. Jaj, nem lesz jó trófeának. Kutya szerint arra kéne menni. Ne ragudj, kutya. Megyek a saját fejem után. Jó sok nyoma van egyébként a grizzlynek. Azt nézem, már közben összefort a sebe. Kutyát hol szereztem? DLC és a kutya. Lehet, hogy... opá. Lehet, hogy Maci Lacit el kéne engedni. Igen, 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 Kodiakra vadász. Az árnyék megszivatott. Kodiakra vadászunk. Ezek a random ugrások, ez a Fatfinger a Space-nél. Jók vagyunk abban, hogy nem kakált, és abban is, hogy nem adott ki hangot. Legalábbis gondolom én. Kakát, baj van. Epiken ingyenes a játék, amúgy meg nem tudom. Én 15 euróért szereztem be
Humble Bundle-on még egy hónapja a teljes játékot összes DLC-vel együtt. Kis medveszar. Na erre mit mond? Ez is friss. Miért baj, hogy WC-zett? Mert akkor az azt jelenti, hogy távolodik tőlem. Ott van. Próbáltam tüdőre célozni, remélem, hogy sikerült. Nagy a vérfröccs. Aha, sikerült. Sikerült, ott ez a hullája lesz. De jó. Ez meg lesz Silver? Ne! Igen, mert többször lőttem meg. Hát ez jó lett volna. Jó lett volna, hogyha ez lett volna az egyetlen lövésem. És nem lövöm kétszer fejbe. Gold lett volna komolyan. Hát ez szomorú. Vénél kell a nagy kaliber, de hát ez nagy kaliber ez a fegyver, nem? Még ennél is nagyobb kell? A trófea szintje határozzanak, hogy milyen lesz a medál, aha. Jajaj, azt néztem, hogy kevesebb, tehát egy lövésből kell ölni, vagy kevesebb, mint kettőből, nem tudom. Vagy pont kettőből. Jajaj, azt néztem, hogy mi határozza meg a minőséget. Ez egy hetes medve. És őt én meg akarom csípni. És most tényleg arra akarok figyelni, hogy egy lövés legyen.
A mostani fegyverem az egy 270-es, és egy olyan lőszer van benne, ami 4-től 8-ig javasolt. Ennél jobb lőszert nem tudok belerakni, mert több, nagyobb rifle score kell. És nem tudtam spotolni, mert nem volt tiszta a rálátás. Na ezt szerintetek mi lesz? Háromszázas Winchester? Ez kis vérfröccsnek tűnik nekem. Már elég nagy. Közel volt a szívhez? Még fejebb kellett volna célozni. 300-as Winchester. 250-es a szarvasokra jó. Aha. Legalábbis a való életben. Az a gond, hogy a headshotra megmondtátok, hogy az nem jó. Uhuhu! Gold medál! Gold medál, srácok! Mennyire voltunk közel a szívéhez? A macinak középen van a szíve. Az a szíve, nem? Az ott. Uh-huh. Wow, ez egy gold, ez goldos lett. Jaj, mondtátok, hogy a headshot az nem jó. Köszi szépen, srácok. Szív az középen van, aha. Az embernek is középen van, csak a forma miatt kicsit balra nyúlik. Áh. Tüdő feletti gerincrészt preferálom, aha. Elvileg erre van Grizzly, megint. Akkor amúgy valószínűleg fegyvert kéne cserélnem. Bár azért szépen el lehet lenni ezzel is, hogyha jól megcélozzuk a medvét. Nagyon célzásnál látod a szerveit? Szerintem nincsen. Az egy másik játék. Az a Sniper Elite. Nem, az az se. Na pont most szedem le ezt a gémet, szépnek néz ki. Nekem 62 GB. Ez a Mortal Kombat. Igen. Igen, a Sniper Elite-ben látszódik a golyó is. Most csak úgy megyünk. Jó sűrű az erdő. Trekkelni kéne egy
macit mondjuk. Ez macinak tűnik. Aha, ő volt az. Hú, a Deer Hunter az egy jó játék, az volt az első vadászós játék, amivel játszottam. Szagotta lehet a kutyus. A The Hunter Classic az az ingyenes Hunter, igaz? Gyegyús, köszi szépen az 50-esért. Igen, az az ingyenes, aha. Köszi szépen, Gyegyús. Az egy nőstény. Ez egy nőstény grizzly. Utána osonunk. Nem, nem a Duck Hunt volt az első vadászós. Megpróbálunk egy szívlövést leadni ennek a nőstény grizzlynek. Igen, láttam, hogy ő egy médium. Vagy nem ő volt a médium, ő a minor? Ó, basszus, nem tudom. Melyik volt? A nőstény volt a minor, a másik pedig a médium? Pont nézegettem, de mondom, az a... Az, hogy mennyit kell érte menni? Uff, jó kérdés. Én most találnék hátrafelé a valóságban, a medve nem játék. A nőstény minor általában. Jó, akkor ezt elengedjük. Akkor elengedjük, és a másik után megyünk. Bajdó, köszi szépen a támogatásodat, köszi szépen a 100-as sírt. Ennek örömére jelnek az inspiráló streamért. Akkor ő kell nekünk. Ő nem tudom, hogy hol lehet. Az a gond. Hát ez nem 9-es. Laflexius, ez nem 9-es volt. Most is a klasszika játszod? Játszol, Misi? Én azt még nem is próbáltam. Nem tudom, mennyire mehetett el a maci. A medve. Very fresh. Megnézzük a nyomot, és hogyha sétál, akkor jó lesz. Jó, üget, végül is jó. Klasszikban több mindent lehet farmolni, viszont ez sokkal szebb grafikailag. Ó, értem. A
Annak oroszlának is komolyan? Wow. Lát, srácok. Eszembe jutott, hogy... Nem látjátok a Tóbiást. Így 2,5 óra után. Szavannás map oroszlán vadászat. Wow. Aztán nem kéne futni. Itt sétált. Az ott nekem kaksinak tűnik. Mi ez a hang? Mi ez a critical position? A medve itt állt. Vagy mi? Itt állt a medve, és azért mondta, hogy critical position. Wow. Kurva. Itt állt a medve, és nem vettem észre. Na basszus. De nem vett minket észre, úgyhogy nagyon jók vagyunk. De most már tudjuk, mit jelent ez a critical position. Tóbiás pedig... Ja, lehet, hogy néztem, de nem láttam. Júj! Ups. A fák között volt. Na basszus. Nem láttam, nem láttam. Szerintem a medveit nem támad meg minket. Komolyan rám támadhat? Ez durva azért. Jámborszarvas is megtámadhat?
Hát ettől én is betoltam. Hú. Hú. Gond van. Baj van. Maci Laci itt van fönt. E-Hunter very fresh, igen. Nincs nálam a soti. Na nézzük, mit mond erre nekünk a játék. Semmit. Ezek szerint el se találtuk. Amilyen kikapcsolt a telefonom. Lemerült. Srácok, ilyenkor mi van? Hm? Skacok. Ilyenkor mi van, amikor nem mutat semmit a telefon? Újra kell indítani? Na, ó, basszus. Köszi szépen, oksa, akkor a fast travel megoldhatja. Ugye az újraindítás. Nem tudom, milyen közel lehetünk hozzá. Ott egy paksi. Very fresh.
Este meg nincsenek nyomok, komolyan. Elemlámpát kell használni a nyomolvasáshoz, wow. Jól hangzik. Kutya hasznos, hogy ne lenne hasznos. Tudja a vér szagát követni. Meg egy csomó mindent tud. Írtó hasznos a kutya. Őt is lehet fejleszteni. Az a gond, hogy a szél nem kedvez nekem. De most te medvinek szurkolsz? Köszi szépen, Mr. Madnak, köszi szépen. Harmincas szint a max a kutyusnál, az enyém 7-es körül jár. Tessék, most szintet is lépett. Nem tudod hozzáadni Steam-es játékként ezt a játékot, csak hogyha megveszed újra. Marekó. Ha megvan Epic-en és azt akarod, hogy Steam-en is meglegyen, akkor meg kell venned Steam-en. Most őt nem lőttük meg. Vagy most ez így van, what? Kapta? Na basszus. Jó. Visszamegyünk. Van benne így. Igen. Van benne így. Jaj. Abszolút, abszolút kellemes hangulata van. Semmel vagyok. Mizus bajdó amúgy. Equipment unlocked. Thunder.
Soft Point Bullet. Sajnos nem javította meg, úgyhogy újraindítjuk teljesen a játékot. Egy kis pillanat. A játékosok 9,2%-a vadászott még csak le eddig grizzly medvét, úgyhogy jó vagyok. Jaja, vannak ilyen challenge-ek a multiba, az tök jó. Bizonyos idő alatt több vadat kell elejteni, vagy több pontot kell szerezni. Készültem, Bálint. Na nézzük. Oké, megjavult. Ó, 11-es lett a kutyus. Na nézzük a perkeket. Mármint tréteket. Van a hatodik érzék. Nagyobb távolságba képes megtalálni a vérnyomot. Riaszt, hogyha vadászható állat van a közelben. Aha. Nyöszörögés vonyít. Aha. Nem tudom. Inkább találjon vérnyomot, mit szóltok. És utána jön, ami nekem nagyon tetszik. Itt ez, hogy még a kisebb vérnyomoknál is jobban felveszi a fonalat. Szevasz, Ameron, szevasztok, srácok. Kusimi. Eszünk még lőszert. Meg akartam nézni. Aha. Perk point. Aha. Handgun, shotgun és íjászat. Short range 0. Ó, már 7000 pénzem van. Ah, tehát a 300-ast mondtátok. Hát, igen. Olyanom még nem lehet 300-as. 7-es, 9-es. Ilyen kéne valószínűleg a macihoz. De ez nagyon sok rifle score kell. Rifle sight. Itt ilyen 8-szoros is.
Igen, ezt használjuk most, és akkor valami más szájtot majd ki akarok próbálni. Lehet venni First Aid kitet is. Lehet ettetni is a kutyust. Éjjeli vadászathoz való távcső. Wow. Elfelejtettem lőszert venni. Rifle ammo és 270-es ez. Itt meg is lehet nézni, hogy mivel kompatibilis. Na, 68 lőszer elég lesz mindenhez is. Arrafele jártunk a medvéknél. Most meg oda szeretnék elmenni. 2 kilométer. Veszem egy kicsit ennek a hangját, mert szerintem azért hangos. A sajnos, hogy nem jönnek eventek a játékhoz, például egy Halloween-i event, ahol vérszarvas vadászik. Nem tudom amúgy. A rácska nagyon fölült, úgyhogy lehet, hogy csöngettek. Hát megjött a futár. Én pont jókor kerültem ki a suliból, amikor kijött az új vadásztörvény, ezért elég könnyen lehettem vadász, és nem sokára vadőr is lett. Komolyan, Misi? Wow. Szevasz, nos, szevasztok, srácok. Nézzétek meg most. Van ilyen, kekeckednek a fák. Még 1 kilométert kell mennünk, azt hittem, hogy közelebb van. Szevasom, hogy bicskás. Kommentáló sárkány, üdvöd. Minden igaz, itt is jártunk már, amikor medvékre vadásztunk. Eddig bírta. Júj!
Jó, 800 méter, 800 méter, srácok. Úgyhogy elvileg itt van valahol a hátsomban. Hogy is tönkre mehetnek a kvadok, látjátok? Ilyen HP-ja van ott a kilométer per óra van mellett. Jó nagy ez a pálya, basszus. Ha minden igaz, srácok, ez egy DLC-s pálya, tehát ezen valószínűleg, hogyha behúzzátok az Epic-en a játékot, akkor ezen nem tudtok játszani. Csak ha megveszitek hozzá a DLC-t. Szia, karmogát, szia, sipkénz. Nyomtál egy ugrásgombot? Azért estem le, gondolom én. Fatfingereltem a quadot. A szél és az esőzés elfetheti az ajunkat. Zsír. Hú. Azta. Durva. Durva. Szia Móz, rád vadásztunk. Ott is van egy outpost. De közel voltunk akkor ahhoz. Ez az outpostot is begyűjtöm már. És elkaptalak. Sőt, belőled szerintem egy csomót elkaptam. Istenem, hogy megint fatfingereltem a space-t. Ez a space hibája. Engedi, hogy megnyomjam. Egyébként is miért space-en van a leszállás? Majdnem 50-nel megyünk. Ez a Yukon Valley csíkos. Ja, amúgy én ide jövök. Ja, igen.
Oké, és ezt begyűjtöttük. És akkor itt vadásztam balra a medvékre. Arra fele. Mindjárt nézzünk egy medvét. Ez a medve vadászat, ez tetszett, skacok. Ez tetszett nagyon. Van-e full damage a játékban? Hát van HP-nk, úgyhogy lehet, hogy van full damage is. Van Joker, te kitapasztaltad? Úszni tud-e a karakter? Nem. Szerintetek itt végig lehet menni, mert ott lenne a kijárat. Szerintem végig lehet menni. De én nem akarok. Szerintem nincs vonat. Kettő medvét is láttam arra. A csiár azért, hogyha átmegyünk, akkor már megyek is, fordulok vissza. Rá nem vadászunk, ő csak minor. Rottweiler a kutyus, hát nem tudom, nem értek hozzá sajnos. De azt tudom, hogy csak ez az egyfajta kutyus van a játékban. Basset Hound. Ott van. A ő kell nekünk.
Ez a mostani epikes ingyenes játék, igen. Ne, ne szívassatok. Asszus. Hát kíváncsi leszek, hogy akkor őt hol kaptam el. Szevasz, teki. Ha már gyűjtöttem el a jó kis trófeát, aha. Lett egy gold medvelövésem. Párzó hangok, de az most nem kell nekem. Szerintem. Igen, most is medvére megyünk. Erre lesz. Az valószínűleg a miénk. Sőt, biztos, hogy nem a miénk. Annak már trófe... Ilyen, az a kitömött dologra gondolsz, olyan, még nincs? Arra még nem volt pénzem.
Aksi. Előbb a kutya nem azért ugatott meg, tehát nem, le volt maradva. Én legalábbis én biztos vagyok benne, hogy le volt maradva. Mert rossz irányba ment. Szerintem, Ipi. Van pont a fa alatt megyünk, ez nagyon hangos. Azért, mert ő a vért követtette meg a nyomokat. Tehát akkor lehet, hogy ő ügyesebb volt. Állam. Na gyere kutya. Gyere ebb. Ebből itt volt a közelben. Azt mondta, hogy kritikális a pozíció. Az megint nem a miénk. De ez a miénk. Nem, ez egy másik, ahogy látom. Vagy meg kiderül mi? Én hiszek neked, kutyus. Hiszek neked, hogy arra kell menni. Igen, mondtam, hogy ez egy másik volt. Bronz. Ez bronz azért, mert... Miért? Károly bronzos. Nem volt annyira szép a lövésünk. Valószínűleg. Ez a trófea menedzser, ez pontosan micsoda egyébként? Ezekkel mit tudok csinálni, amiket így elmentetek? Szia, Adria második. Ez ilyen szagelrejtő spré, amúgy, somogyi bicskás. Elmentetett Harvestre, és később ki tudod tömetni, amit kitehetsz a házadba. Ó, nagyon jó. Jó, akkor levadásszuk ezt a macit. Levadásszuk ezt a macit. Aztán megyünk tömetni. Én bekuckoztam színre jó kis szívás gombot, az igen. Ennem. Na ott egy kaka. Fegyvertartása és vadászati engedélyt kérem felmutatni. A farzsebemben van.
Szimat. Kutya, szimat. Ez a spanunk volt, kár, hogy pont felém nézett. Elvesztette a szagot. Jajajaj, túl közel mentem hangosan. Pedig a kutyus már lassított. Siker. Na csak meglett ez a medve, bár ez valószínűleg nem kap jó értékelést. Bronz, ez is bronzos, mert négyszer lőttem rá. Négyszer, és egyszer se létfontosságú szervet. Na, mit mondtak? Gerincre? Én úgy érzem, hogy fölé lőttünk. De nem találtuk el. Ó, de. Ő meg fog halni, nagyon gyorsan el fog vérezni. Hát elvileg nekem kéne a legjobbnak lenni, Connor. A fejem úgy nem jó? Nem. A fej az nem jó. Ez nem az a játék, ahol fejre kell lőni. Ott a hullája. Gyere kutya, szevasz Gabcsi! Na nézzük, mit tippeltek, milyen lesz? Bronzos, szilveres, goldos, vagy semmilyen? Szilver. Többiek? Ez is bronz, szilver. Szilver? Jó. Ah, hogy tudtátok? Volt? Aha.
Rácska, hagyjál már békén. Meglát végül is. Ez egy viszonylag jó trófea amúgy. Ezért nyilván tévedni jár az acsi. 6000 pénz, nekem abból 8500 van. A tündőlövés sose kellemes. Our modest fellowship expands. Ja, hogy ajcsé, meg azt mondta, hogy acsi. Zacsi stej, köszi szépen tényleg az ötös feliratkozás ajándékozást. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Srácok, peregjenek a szvegek, mint Zacsi stejnek, mind a többieknek. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Nos, köszi szépen, hogy Svatopluk 7., Miss Daisy 5., és Drogos Teletabi. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Drogos Teletabi, illetve Dávid és Big George első napját lehetővé tette. Köszi szépen a támogatásodat, az acsistáim. Úgy, srácok, pergessétek a szövegeket. Hát, ezt a trófeát meg ki lehetne temetni, de legalább egy goldosat akarok kitemetni. Goldos, ha jól emlékszem, az van. Erre voltak ilyen medvékek. Kutyus honnan van? DLC. Hát amúgy igen, Somogyi Bicskáns a Teletabő már alapvetően egy illuminált állapotba született dolog. Felkiált el nev. Van egy ilyen parancsunk, és akkor onnan meg tudjátok nézni, hogy honnan a nevem. Amúgy a parancsokat meg a leírás mindenkinek ajánlom, főleg az újaknak. Eltolt a kutyám, haló? Havas lesz a táj, most látom. Hát amúgy lehet nem jó fele megyek, nem jó fele keresgélek. Hát, amúgy Somogyi Bicskás, nem tudom, hogy itt mekkora valóság alapja van annak, hogy ennyi medve van az erdőben. Szerintem a játék ilyen valós rezervátumokon és ilyen parkokon, vagy nem tudom ezeket, hogy nevezik, miken alapul. Szóval simán elképzelhető szerintem. Szia, Seamus. Nem gondoltad volna, Connor, mik vannak? Hogy honnan a név? Ó, basszus. Lehetne valós is 16 órát várnál egy lövésre. Hát amúgy szerintem, ha valaki valósba akarja nyomni, Gabcsi tudja, mert máshogy nem fog tudni arany, meg platinum, meg gyémánt trófeákat szerezni. Tehát köteles vagy türelmesebbnek lenni.
köteles vagy, hogy várj egy csomót. Hát iszkerül, köszönt el? Ha. Simán lehet Seamus. Hogyan lehet kutyus szerezni? Meg kell venni azt a DLC-t. Most már megkeresem nektek, hogy melyik az. Az a neve... Bloodhound. 4 kutya. Az első ingyen van, a következő már 45 ezer. De hogy miért akarsz egy másikat? Talán a más perkek miatt, vagy trétek miatt. Na. Adok permitet, és akkor be tudod linkálni. Nyári. Szerintem az már a pálya széle, úgyhogy arra kéne mennünk. Tök jó, hogy a hó ropog a lábam alatt. Mert csak rá kéne menni valami vadra. Jó lenne így ebbe a hóba valamit fogni. Éppen párzás van. De, vannak csalik, van őszhívó, meg minden, de hát én azokat nem vágom, hogy kell használni. És azért nem vágom, mert egy darab küldetést nem csináltam a játékba. Csak megyek, nyomokat olvasok, azt lövöm a népeket. Eljött eszembe, 5-ös szintű lettem, és még nem raktam semmire. Kaptunk egy perk pontot. Nem remeg annyira a kezem? Mi jöhet? Az helyzet erre már nem grizzly van. Óvatosban nyomjuk. Az alapjátékban miféle vadra lehet lőni? Hát, őzre, szarvasra. Nem tudom. Nem tudom. Gőzöm sincs, mi van az alapjátékban. Na. De van fehér farkú szarvas, jávor szarvas, dám szarvas, fekete medve, préri farkas. Ilyenek vannak a játékban, de lehet, hogy ezek DLC-sek. Éppen párzás van, srácok.
Azt hogy? Merre kellett volna céloznom? The Hunter CTVF lentebb. Ne, miért? Miért? Szemétjáték. F. Hát ez F. Ez konkrétan F. Na, amúgy a Yukon Valley ez ilyen kanadai rész. De van orosz. Van európai rész, meg afrikai is, meg dél-amerikai. Bocsánat. Meg mi van? Mi az ott még? Új-zélandi térkép is van. Miért van Tobi logo az elején, mit tud? Hát ugyanez szinte Ubisoftos játékokban. Mit van? Izé, mozgathatom a fejem. Oda, ahova nézek, oda jobb klikkelünk a mi a sztárcsővel, akkor oda néz. Clean UI, tehát csak akkor látszódnak a dolgok, hogyha én éppen oda nézek, de az azért nem jó, mert akkor ti nem látjátok. A dinamikus lighting az, ami így érdekesnek tűnik. Hát bekapcsolom nektek, meglátjátok legalább, hogy milyen. Aztán majd jól kikapcsolok mindent, mert ez a technológia, ez olyan, mint a... Hát nem, ez még rosszabb, mint a VR. Jó, néhány, 100 plusz, meg 1000 órás emberke panaszkodik, hogy az új patchek óta, főleg a novemberi óta crash-el a játék. Na, ilyen amúgy. Extended view. Például ott marad a keze a karakternek. Nem tudom, ez szédítő, mint sem így jó. Szerintem. Mondjuk ez király, hogy így mész, és így... Ez amúgy feelinges. Ez feelinges amúgy. Látjátok? Oda nézünk jobbra, nyomok egy jobb klikket, azt oda céloz. Ugyanez van amúgy izével is. Távcsővel. Ilyen. Mondom, egyedül, ami szerintem ezek közül nagyon zsír, ez a dinamikus lighting. Clean UI biztos nem, ez se, hogy oda célozzon, az extended view se. Zoom. Spot. Kicsit hánytató? Hát nektek valószínűleg igen, mert nektek úgy mozog, hogy nektek nem mozog a fej hozzá. Amúgy visszajöttünk. Szia, Inzumál, szevasztok, srácok. Szia, Erni, amúgy szevasztok, srácok. Na, tehát vannak trófáim, hogyan tudom ezeket kitömetni? Az lenne a kérdésem. Hogyan tudom kitömetni a trófáim?
Akit érdekelnek az állatok, fentebb linkeltem, melyik reserve-ben mit tudsz lőni. Ó, köszi szépen az info, Joker. Nem lehet koponyát kifőzni? Hát, én nem tudom. Nem értek ezekhez. Viszont többni szeretnék. Valaki tudja, hogy hogy kell? Azt sem tudom, hol lehet azokat megnézni. Perk skill biztos nem. Szerintetek kell egy házikót csinálnunk? Hát egyértelműen a legdrágábbat. Hát, hogy amúgy ez kell. Valaki nem tudja, hogy kell tömni? Kitömni Rider. Létre kell hozni egy lodge-ot. Kész. Oda néz, saját kecó. Ja, és akkor ez nincs a térképen? Vagy van, csak éppen ott. Az igen. Investigáló mód. Aha, látom. Aha, tehát oda lehet majd tenni. Ez a nézőmód. Na és akkor hogy kell kitömni? Mert látom, hogy oda lehet majd föltenni, de ahhoz előtte valamit kell csinálni. Mit kell azt csinálni, hogy föl tudjuk oda tenni? Spirit. Módváltás, investi... Igen, csak milyen mód? Edit? Nem, nyilván nem edit. Oda néz, oda tudom tenni a puskámat. Build mód. Edit mód, aha. De nem tudom oda tenni, mondom, mert először még ki kéne tömni. Hogy kell kitömni? Ez itt a kérdésem. Ide lehetne tenni a kitömött állatot, de először nekem ki kéne tömni, és az a kérdésem, hogy hogy lehet kitömni az állatot. Valaki esetleg ezt tudja? Jé, ott a kutyusunk. Ja, escape. Na hát ez volt a kérdésem. Van egy olyan trophy manager? Ez. Ó, zsír! Itt a trophy manager. Na. Aha. Na. Itt rányomunk, hogy kitömés. 7500. Tömjed ki. Tömjed. Ez az. Na. Tehát azt akarom, hogy bejövünk, nem tudom, hogy ott jövünk be, igen. Jöhetnek majd srácok a képek a saját izéről, házikótokról. Ott van. Már is ott van, amúgy. Levesszük. Hú. Na, most milyenkor mi van? Levettem, ott van. Nem tudom kirakni még egyszer. Hm.
vagy oda nem lehet rakni. Ja, az egy kisebb hely. Aha. Tehát csak ide tudjuk tenni a macit. Nem mindegyikre lehet rárakni. Azok például kicsik, okés. Na de szerintem, bocsánat, de megint hozzányúlok. Ez a maci, vagy itt néz neki jól, vagy ott. Jó, hát akkor ott. Ó! Te jó! Na, ez tetszik. Ez tetszik. Már is sokkal jobb. Ott van, ez egy goldos trófea. Common. Common fur type-al. Zsír! Hát ez rohadt jó. Mire leírt a Joker, látod, már rá is jöttem, hogy ilyenek vannak. Hát ez nagyon király. Hát ez nagyon király. Ez nagyon zsír. Jézusom, mekkora lakás. Nem lehet a vízbe ugrani, szarjáték. Oké. Mondom, srácok, ha esetleg nagy ilyen Hunter Call of the Wild-osok vagytok, akkor majd nyugodtan jöhetnek a képek. Jézusom! Van külön ilyen trófeaszoba. Jézusom! Hát ez elég durva. Több házat is lehet. Hát igen, ebbe tényleg több száz, több ezer órát lehet ölni. Nagyon komoly. Na hát én itt ötös szinten most abba hagyom, aztán majd folytatjuk, srácok. De ez a játék rohadt jó. Ez a játék rohadt jó. Nehéz letenni. Legalább annyira jó, mint egy Jurassic World. Csak ezt jobban érem, mert lehet benne lövöldözni. Igen, Linux Mind. Több száz órát lehet bele ölni. Hát ma úgy kezdtük a vadászatot, hogy... hajtottunk egy jávorszarvast, és közben mindenkire rálőttünk, találtunk három másik jávorszarvas hulláját, meg egy grizzly medve hulláját is, akik így meghaltak, mert hogy rájuk lőttünk, de hát valójában nem őket üldöztük. Fú, a mai vadászat az rohadt jó volt. Ez a 3,5 óra, ez nagyon jó volt, srácok, én nagyon élveztem. És kicsit jobb kedvre is derített. A futár még mindig nem jött meg sajnos, de el kell lépjek egy órára, és 2-től jövök vissza, hogyha minden jól megy. 2 órától World War 3-azni fogunk, akkor már elvileg lesznek Twitch dropok is a csatornámon. Nem mindenkinél vannak Twitch dropok, de nálam, ha minden jól megy, 2 órától lesznek. Elintéztem, srácok, elintéztem. World War 3 az egy olyan játék, mint a Battlefield, vagy az Enlisted. Ilyen sok player számú, objektívás shooter game. Ez lesz egy órán belül. De addig el kell, hogy menjek, srácok. Meg majd valószínűleg a futár is így zavarni fog egy picit. Lesz-e máskor is hunterezés? Nem ígérek semmit, de én nagyon szeretem ezt a játékot, nagyon-nagyon szeretem, és hát, hogyha valamit nagyon szeretek, és lehet benne valamit még csinálni, akkor simán elképzelhető, hogy lesz. Mondjuk ennyi erővel lolozni is szeretek, mégse lolozok már mióta. Jaj, srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, köszi szépen a mai támogatásaitokat is, szintúgy. Sietek vissza, próbálok 2-re visszaérni, és akkor pörgetjük a World War 3-at, és a DS is majd valamikor bepótoljuk, jó? Mert nem akartam ma így, hogy ennyi komplikáció van, nem akartam így belekezdeni a DS-ben, mert azért oda kell a koncentráció, meg a nyugodtság, meg a kimértség,
és ma a DS nem adta volna. Legalábbis a reggeli állapotomba. Balácska, minden oké?